Hogy minden Arad megyei magyar család asztalára adventi koszorú kerüljön, az LMDS Arad megyei nőszervezete koszorú készítő délután szervezett több településen. A hölgyek próbára tették kreativitásukat, új ötleteket merítettek, miközben a legújabb trendek közül válogattak Gulyás Judit virágkötő segítségével. Az idei évben mennek a pasztel színek, tehát ami a világostól egészen a rózsaszínig, és végül is a piros, ami minden évben, tehát az nem változik, ami a karácsonynak a színe. Tehát a világostól, a pasztel színektől indulunk, és akkor egészen a pirosig. A tavaly évben volt például a türkiszkék, ami most az idén már nincs, de megmaradtak viszont a halvárózsaszín, a halvárlila, a vaníliaszín. Milyen díszítő elemeket használjanak a hölgyek? Tehát ez mindenkinek függ a személyiségétől végül is, mivel hogy vannak, akik mennek a natur dolgokra, és vannak, akinek viszont tetszenek, ami csillog, villog, ami megint csak jellemzi a karácsonyt. Tehát ezt mindenki maga dönti el, hogy mi az, ami a lakásba is megfelel. Bármit bele lehet tenni végül is. Csak ízléssel, meg mértékkel? Igen, ízléssel és mértékkel, így van. És ne felejtsük el a fenyőt, ami a karácsonynak a jelképe végül is, és az is nagyon fontos. A résztvevők szívesen ismerkedtek az új irányvonalakkal, és kipróbálták ezeket saját alkotásaikon. Egyelőre csak most próbálom ragaszgatni, és kitalálni, hogy egyáltalán mi legyen rajta. Nem elv szerint megy, ez csak kreativitás szerint. Mivel szeretné díszíteni, mire gondolom? Narancskarikával gondoltam, esetleg szalaggal, természetes anyagokkal természetesen. Elsősorban a piros színt választottam, mivel szerintem a karácsony környékén ez a szeretet szimbóluma számomra, és leginkább piros szalaggal, illetve piros gyertyát választottam, illetve ilyen természetes anyagok, ilyen szárított termények, tobozok, egy kis faangyalka, szárított narancs, tehát hasonlókat választottam. A koszorú készítésből a legfiatalabbak is bekapcsolódtak. Először jöttek a gyertyák, aztán a rózsák, aztán még pár ilyen dísz, és szárított citrom, és... Mi hiányzik még róla? Hát még ezek a szép bogyók, ami ilyen színesek, és nagyon szépen díszítik a koszorút. És szeretnék még rakni rá, még szép legyen. Szoktál otthon is készíteni ilyen adventi koszorút? Igen, szoktam anyuval készíteni, de... Néha sikerül, néha még hiányzik róla valami, és hát most szép lett. Most nemrég ragasztottam fel a csillagokat, és ez szerintem egy szárított gyümölcs, és ez egy faló. Te választottad ezeket a díszeket? Igen. És hova kerül ez a koszorú? Mit csinálsz majd vele? Azt még nem tudom. Otthon is szoktál anyukával koszorút készíteni karácsonykor, adventi koszorút? Hát néha. Ilyenkor feldíszítitek az egész lakást? Nem annyira. De karácsonyfa az lesz? Az tuti. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közös alkotás jó alkalmat teremtett arra, hogy belekóstoljanak az ünnepi adventi hangulatba. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, nem csak a szép hagyomány megőrzése céljából, hanem egy közösségépítő szerepet is gondolok emellé a kezdeményezés mellé. És amit látszik, nagyon szép számban összegyűlt a kis társaság, kicsiktől nagyokig. Örvendetes dolog, hogy ténylegesen mindenki gondol és kezd ráhangolódni erre az ünnepre. Az RMDS Arad megyei nőszervezete több éve meghívja az aradi magyar családokat, hogy közösen készüljenek a karácsonyra. Harmadszor szervezzük meg ezt az adventi koszorú készítés, hangolódás a karácsonyra. Egy kicsit díszítsünk, egy kicsit kreatívan gondolkozzunk. Összehívtuk a hölgyeket, anyukákat, pedagógusokat, nagymamákat. Szeretettel elhozták a kisunokákat, a gyerekeket is, látjuk itt a körünkbe, így a hagyományőrzést is tovább visszük a gyerekeken keresztül. A szorványban kevés olyan alkalom adódik, ahol a magyar családok együtt készülhetnek a karácsonyra, pedig az ünnepi ráhangolódás mellett közösségépítő szerepük is van az ilyen rendezvényeknek.